Tehát most következik a kalandozó piadala. Második felvonás. Na, szóval, ez úgy működik, hogy én felteszek egy szuper kiváló kérdést, nyilván animés témába, és ha helyesen megválaszoljátok, akkor kaptok valamit. Poki, jazz dance-es karkötő, kulcstartók, stb. Na, ki az első, aki megméretteti magát? És helyt áll. Bátra, ki a szerencse? Vagy a szerencsétlenség? Szia! Jöhet a kérdés? Igen. Szuper. Hát, majd meglátjuk. Szóval, a Fairy Tail animében Zeref az egyik fő ellenfele hőseinknek. De mi a vezetékneve? Alvarez, Tenro, Sprigan vagy Dragneel? Hát még nem láttam ezt az animét, de gondolkozok. Lehet, hogy vagy a B lesz, vagy a C. Hát, na, mi legyen? Lehet, hogy B. Az is egyébként a feltett válaszok közül mindegyik Fairy Tail-ben szerepel, csak más. Akkor legyen a D. A B és a C-ből. Jó, akkor legyen a D, mint Dragneel. Igen. Jó. És a helyes válasz? Igen. A Dragneel. Ugye? Most leszpoilerezem a dolgot. Ha esetleg valaki nem látta, vagy nem olvasta a mangát, ez így járt. Szóval a Dragneel, ugye Zeref, Natsu testvére. Na és szóval a nyeremény legyen egy poki. Mit szólsz hozzá? Tessék, gratulálok. Köszönöm. Szívesen. Következő. Aha, persze, láttam, elsőre nem akartál jönni. Bocsánat. Szia. Kapsz egy mikrofon, te is. Tessék. Köszönöm. Jó. Kérdés. Milyen nevet ad Subaru az új lakótársának a My Roommate is a Cat-ben? Ugye ezt most láttuk az előbb, az első részét, ugye abban hál' Istennek nem volt benne. Nem volt. Tehát Haku, Haru, Hime vagy Hina? Hát szerintem a B. Haru? Igen. Jó, miért? Hát nem tudom, olyan szimpatikusnak szimpatikus. Tűnik. Oké, legyen B. És igen. Úgy cuki. Igen. Nézd csak. Mondjuk kapsz egy jazz dance-es karkötőt, meg egy kis kusatot. Köszönöm. Szívesen. Következő. Csomó jó cucc van. Hát jó, te nem. Gyere. Szia. Szia. Akkor jöhet a következő kérdés. Sailor Moon feladata, hogy megvédelmezze a Földet, a sötétség erőit, és megtalálja a káosz forrását, jövőbeli férjét, ezüstkristályt, vagy a holttitkát? C. Az ezüstkristályt. Oké, nem párkeresős történetet? Azt is megtalálja közben, de... Na, szóval C. Mi a helyes válasz? C. Sailor Moon. Szupi, taps! Kapsz egy ilyet. Nem. Jászlán ez a skarkot és egy felítéles. Köszönöm. Szívesen. Következő. Valaki. Gyere. Na, haladjunk. Gyerünk. Gyere. Szia! Ha nem megy, úgy segítek. Hogy nem. Na, szóval jöhet a következő kérdés. Azt
a paszta. Gyerekkori paszta. Barátja és rivális a Juno, aki egy 4 levelű grimoire-t birtokol. Milyen típusú mágiát használ? Föld, szél, természet vagy víz? Kicsit súgott a kép. Víznek tűnik. Isten őriz. Nézd meg jobban ezt a képet. De nem látom rendesen. Vigyél szemüveget. Itt ott fújna valami, nem? Megy föl, száll föl az. Tehát akkor a természet. Húha. Na, szóval? Természet? Helyett legyen mondjuk a szél. A B. Szél. Indulj szél, ugye? Niroku. Na nézzük meg, mi a helyes válasz. Tehát a B-t jelöltük meg. Igen. És igen. Jaj. A szél. Kis cuki kis tündérkével. Ezért kapsz egy ilyet. Ilyen riadt fejű kis tollat. Köszi. Ezt add vissza. Köszi. Na, hát tudtok hát így egyszerűen nyerni, csak jönni kéne, mert van miből választani. Kérdés is van még. Következő versenyző, aki nem fél feljönni ide. Látom a szemeden, hogy jönni akarsz. Én innen is látom. A nyúlon túl. Szia. Szia. Hello. Kérjük szépen a következő kérdést. Mi nyújt segítséget Szacukinak és barátainak, hogy lenyugtassák a dühös szellemeket a bújbúj szellemben? Tehát Ghost Stories, Gakonokaiden. Egy másik, gyere ide, hogy lássam te is. Melyik egy másik szellem, a macskájuk, egy felsőbb éves diák, vagy az elhunyt édesanyjuk naplója? Hát bevallom, nem ismerem egyáltalán. Szomorú. Szomorú, szomorú. Én csak kettőt láttam benne. Hát, én... Tehát ez ilyen kicsit szellemes téma. Igen, nem tudom, a napló izgén hangzik. Igen? Igen, a napló izgén. Napló, jó. Na, hol legyen, jó, a napló? Legyen napló? Legyen a napló. Jó. Az úgy... Izgént mindegyik benne van szintén a sorozatban, csak uh-huh. Kicsit becsapós, ugye? Tehát D. Nézzük meg, milyen helyes válasz. Ah, de D. Jó volt a megérzés. Ez spirituális megérzés. Mehetnék szellemüzőnek. Ez, igen. Tehát... Jó. Kapsz egy jazzdanzas kalkotot és egy nyakláncot. Köszönjük szépen. Na, ki az a bátor jelentkező, aki nem fél? Segítünk! Gyere! Hát a föld dobott tőlem. Vigyázzunk a berendezésre azért, jó? Küzdjenek meg érte! Szia! Szóval szeretnénk kérni, ne félj már, hát gyere már, ide lásson mindenki szépen. Úgy, jöhet a következő kérdés. Miről szól a Killing Bites Hitomi szerint? Láttad? Nem. Szörnyű. Erősebb, az erősebb marad életben. Nem és ennyire hangosan. Az élesebb agyarak győznek, a gyorsabb éli túl, vagy legkitartóbb marad talpon. Hiszek a barátnőmnek, és akkor B. Jó. Akkor legyen B. És igen. Juhu! Tessék. Tehát úgy, ahogy kedves itt, az elsősorban ülő itt a pöfeszkedő mondja, hogy minden részben elhangzik. De hát láttuk is. Pásztázó szem. Ecsi, gyere! Te! Hát téged hívnak úgy, nem? Hát nekem úgy is jó. Ecsi, csak gyere ide előre, jó? Tehát akkor a kérdés jöhet. Milyen állati férvél fajba tartozik Raftália, Tatenő Yushanu Nayari Yagari főhősének rabszolgája? Borz, mosómedve, róka vagy tanúki? Ez egy igen megoszló kérdés, mert sokan rosszul fordítják le, ahogy mondjuk a kinézete ábrázolja. Semmit nem láttam belőle. Semmit.
Akkor csak nézzél a képről, hogy mire hasonlít. Inkább. Na? D. Hát... Jó. Tanuki. D, a tanuki. Ugye a nyest kutya. Mert sokan, igen. Szóval a D-t jelöltük meg. És igen. Taps. Mert sokan mosómedvének fordítják. Igen. Na. Tessék. Köszi szépen. Következő áldozat. Ott a fiatalember fönt. Lejössz? Léci. Olyan messzire azért nem akarunk elmenni. Nehogy begerjedjen a mikrofonot fönn a technikai árok előtt. Tanuki, tanuki, tanuki úr. Tanuki úr, tanuki úr. Jó. Jöhet a kérdés. Hogy hívják? Jaj, de cuki. Hogy hívják a képen látható Cowboy Bebop szereplőt? Edward, Ein, Hakim, Shaft. B. És milyen fajta kutya? Extra kérdés. Arra már nem emlékszem. Csak annyit tudok, hogy valami módosított volt. A fajtája. Nem a módi. Milyen fajtája kutya? Jó. Oké, azt kap valami. Ki mondta? Hol mondta? Jó, az is kap valami. Jó, tehát Ein, B. És igen. Szupi. Ki mondta? Te? Gyere, gyere. Akkor te is kapsz valamit. Köszönöm szépen. Nem jössz a kérdésre? Nem. Nem? Jó. Ha meg kapta, hogy vigye. Igen. Saci? Teskény Saci. Jó, Saci. Ki? Ki, ki? Akkor szaladjon, aki valaki elkezik. Jöjjön, nyugodtan. Aki még nem volt. Gyere, gyere. Rohan Billyvel együtt. Gyere, gyere, állj, gyere, állj, gyere. Rohan Billy. Gyere, 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 gyere. Minden látod akkor. Úgy is jó. Kérjük szépen a kérdést. Milyen vezeték nevet adott Rimuru Verdorának, a sárkánynak, amit később ő is felvett? Tenyszer és italáj, szlámítat a kellen című animéről van szó. Jazava, Nova, Tempest vagy Dvargó? Láttad? Látom. Már hogy az animét láttad? Nem. Akkor bentem vagyunk. Nem, jó. Egyen akkor a... Melyik a színpad? B. Tudja, hogy éveszt. Nova? Miért? Nem tudom, majd megálltjuk. Jó, hát akkor legyen B. És akkor nézzük a helyes választ. Hát... Nem baj, azért kapsz valamit te is, mert amiért kiálltál ide, vagyis hát jöttél, úgyhogy köszönjük szépen. Tempest, ugye Rimuru Tempest, a Tempest klán. Igen, ki szeretne jönni? Gyere. Akkor majd gyere te is lefele, és akkor te lesz a következő. Úgy se látok semmit, csak hajat. Nem baj, hallani kell, nem látni. Jó. Szia-szia. Kérjük a kérdést. Mi a faja a Bleachben az ilyen maszkot viselő egyéneknek? Adjunkas, olyan, mint az adjunktus. Arrancar, Vastolorn vagy Vajzard? Szerintem megbejelölném a B-t. Becsapós. 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 Először én is azt mondtam. Először. Akkor egy kicsit lejjebb megyünk. Nem? De. Mindegy. Menjünk lejjebb. Akkor egyen lejjebb megyünk talán. Én nem tudom. De láttad amúgy a Bleach-et? Valamennyit láttam belőle, de nem emlékszem most. Úgy kell sugni, hogy én ne halljam. Tehát, hogy... Elnézést, látod? Így... Látod, a füleim azok... Tehát nem véletlenül vannak. Én nekem sem esem. Szóval, mi legyen? D, talán. D. Vajzárd. Hát ki legyen tudja? Ki tudja? Hát ki tudja? Hát én kérdezem tőled. Hát ki tudja? Akkor legyen D. Mi?
És igen, közönség segítségét is nagyon szépen köszönjük. Csak rózsákat és aranyokat, kizárólag csak rózsákat és aranyokat fogadok el. Világos? Tessék, köszönöm. Köszönjük szépen. Ez is aranyban van. Piro, jössz, jössz? Egy veterán érkezik. Szia. 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 Ki tudja mélyebben mondani? Kérjük a kérdést. Mondjuk talán én. Ez a túlvilág jangon. Szia. A mostani téli szezonban futó Dororo című anime tulajdonképpen egy remake. Mikor készült az eredeti sorozat? 1969, 51, 75 vagy 92? Ozomu Tezuka műve. Láttam? A reméket igen. Hát... 75, szerintem. Micsoda? 75. 75? Hát nézzük meg. Legyen a C. És nem. Hát az A lett. Majdnem egyébként, de, amiért jöttél, kapsz egy ilyen totoros tollat. Jó lesz? Nagyon. Oké. Vele alszom. Köszi. Jó. Szerintem most fejezzük be. Oké. Kezd már fájni a torkom. Jó. Ki szeretne jönni? Ő már volt. Adjuk meg másnak is a lehet. Gyere! Na, végre! Úgy kell neked könyörögni mindig. Csinálja valamit. Van. Még válogat is. Hát olyat adjál, hát... Bakker. Na, mindjárt kiderül. Na. Ez test az álló kérdés. Hol játszódik a Hataraku Saibo? Alternatív valóságban, az emberi testben, egy jövőbeli lakótelepen. Az a CC biztos. Egy másik bolygón. A B-t válasz szeretném. Talán megjelölni. B, mint Totoro, mi? B, mint Totoros tromedegye. Jó, hát akkor legyen a B. És ez az. Totorostól. Nézd meg, még pont egy van. Köszi. Arigato. Igen. Van még kérdés? Nem tudom. Van még, azt tudom. Ugye, sasolom, de van még. Na gyere, gyere, mondtam, hogy gyere. Gyere. Ó. A szemedre süket vagy? Jó. 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 Jöhet a kérdés. De hogy nem. Olyan nincs, hogy nem. Melyik napon indult a halálos játékká váló Sword Art Online? 2022. november, november 6. Szerint. Tehát akkor D. Szerintem D. Meg akkor a helyes választ. És igen. Ön nyert. Azt hiszem még időben vagyunk. Időben vagyunk. Jó, még van. Van még három kérdés. Na. Jöjjön a fiatalember. Szia! Jöhet a kérdés. Honnan származik a Dragon Ball két nagyhatalmú szereplője, a mindenható és ifjú sátán? Az Alderaanról, Föld, Namek vagy Vegeta? Hát ez nagyon kínos, hogy én nem láttam ezt az animét, pedig mindenki ismeri. Akkor ott az ajtó, jó? Son Goku. Az megvan? Láttad már képről? A képről? Jó. Néha sárga a haja.
amikor Morci. De most éppen nem róla van szó, hanem a zöld emberkékről, vagyis az üzékről, igen. Akik hornapvalósiak. Megjelölök egy D-t. A vegetát? A fűszert? Most komolyan? Akkor megjelölök egy A-t. Fú! Oh, de rá. Star Wars láttad? Igen. Nem, akkor C. Jelöljük meg? C. Jelöljük meg. Jó, akkor legyen a C. És mi a helyes válasz? A C! A Tatooine! Tessék. Köszönöm. Aztán tessék megnézni azt az animét, jó? Különben nem jött a következőre. Na, még van két darab kérdésünk. Oké, gyere! A Tatooine. Bátran. Szia! Jöhet a kérdés? Forgott, mint itt mint a grill csiri komment. Melyik hősi lélekkel tud összekapcsolódni ex a Grimm's Notes-ban? Alice, Don Quixote, Robin Hood vagy Jeanne d'Arc? Szóval akkor melyik lesz a helyes válasz? Az A. Az A. Alice. Jó, nézzük meg. Helyesen a válasz. És igen. Szuper. Köszönjük szépen. És az utolsó kérdés következik. Szia. Hello. Jöhet a kérdés? Aha. Aha, jó. Akkor jöjjön. Mi az a nagyhatalmú tárgy, ami miatt Inuyasát 50 évre egy fához szögezték, majd minden szellem megpróbálja megszerezni a későbbi a során? Az ezüst kristály, a négy lélek szent égköve, sivari gömbje, végtelen glóbusz. Nem láttam, de... Most állítok a fülemen. Hogy kevésbé legyen csúnya, amit mondok. C. B. Az jó lesz. Akkor legyen a B. Jó, házi feladat. Jelöljük meg először a B-t. Igen, nagyon jó. Szóval házi feladat. Következő rendezvényre, ami majd ősszel lesz, beszámolót szeretnék kérni az Inuyasáról, és minimum egy olyan cosplayet szeretnélek itt látni a színpadon. Kihívás elfogadva. Jó. Köszönöm szépen. És adok most azért ajándékot is, ha már ilyen szépen itt... Jó. Összegyűltünk. Jó. Mit? Izét láttad? Szélamon megvan? Szélamont azt láttad? Aha. Jó. Tessék. Köszönjük szépen. Na, még azt hiszem van időnk, van egy pár perc. Esetleg én fölteszek egy extra kérdést, mert még van egy pár, egy-kettő ajándék. Ez egy gyors kérdés lesz. Egy-kettőt. Na, ki akar jelentkezni a kérdésre? Nem. Olyan, aki még nem játszott. Esetleg. Jó? De ha nem, akkor te is jó leszel. Nem, ezt nem mondtam. Jöhet a kérdés? Jöhet? Jó. Hogy hívják Jurikó macskáját? Ne sugjatok. Jurikó macskáját, hogy hívják? Nem a animéből. Teleposztolja állandóan a képen itt. És általában több lájkot kap, mint a képen.
Annyit segítek, hogy az én macskám az ő testvére. A macskának. Nem? Ki tudja? Igen. Mici? Igen. A Mici, a Szent Mici. Azt nem mondjuk ki, mert azt nem bírja a mikrofon. Jaj. Ezt kapcsoljuk ki, vagy valamit csináljuk. Nem? Jó. Kaszekus tartott, jó? Tessék. Jó? Akkor ő. Jó. Akkor jó, ennyi volt. Ez volt az extra kérdés. Úgyhogy köszönjük szépen. Remélem tetszettek a kérdések. Annyira nem volt szerintem nehéz, de hát ezek szerint valamit bepótolni. Akkor most egy kis felpakolási idő lesz, mert hogy ugye most lesz a Just Dance. Juhuu!